15. alkalommal rendezték meg azt az adventi jótékonysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely évről évre a határon túli magyar intézmények támogatását szolgálja, és ebben az esztendőben a Bácskos-Utfalvi Napsugár Református Óvoda és a Párkányi Katolikus Szent Imre Egyházi Óvoda javára valósult meg. Nem csak hangulatokat keresünk, hanem szeretnénk valami maradandó nyomot is hagyni. Ezért ez a jótékonysági est megcéloz most idén két olyan óvodát, felekezettől függetlenül, egy katolikust és egy reformátust, amelyben a gyerekek majd megtapasztalják a jóság adományának a gyümölcseit. Nagyon fontos ez, hogy ezek határon túli magyarokat segítenek, a nemzet egységét, a nemzet testet segítjük és támogatjuk. Steinbach József a Református Egyház Dunántúli Református Egyház kerületének püspöke számára elkötelezettséget és megerősítést jelent az összefogás. Számomra ezek az esték mindenképpen a kárpát-medencei magyarság összetartozását jelentik, ökumenikus értelemben is, hiszen most is két óvoda számára gyűjtünk, egy felvidéki katolikus és egy délvidéki református óvoda számára. És az óvoda pedig egy külön üzenetet jelent számomra a felnövekvő nemzedéket, akik a legfogékonyabb korban kapják meg a magvetést. Deák Lajosnyi a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka úgy fogalmazott, Székesfehérvár számára kiemelten fontos, hogy évről évre megrendezze ezt az estét, ezzel is bizonyítva a határon túli magyarok iránti elkötelezettségét. 15. éve kerül megrendezésre ez a jótékonysági est. A szorványban élő magyaroknak küldtünk kis ajándékcsomagot. Iskolák, gyerekek készítik ezt a kis meglepetést, kicsit a szívüket is becsomagolják ilyenkor ebbe a kis ajándékcsomagba. Hasznos dolgokat, ami a gyerek örül neki, a családnak fontos dolgokat kapnak, és a jótékonysági est kimondottan a határon túli magyarságoknak a megsegítségére jött létre, igaz 15 évvel. Ezelőtt. A szervezők Prekrit Judittal az élen ismét jelesre vizsgáztak. A magyar népi kultúra és énekművészet legrangosabb képviselőit sikerült megnyerniük, akik már számtalanszor bizonyították, hogy szívügyük a határon túli magyarság segítése.